Caritasnak a keretében szervezünk már elég régóta lelki napokat. Az volt az elképzelés, hogy ne csak élelmiszercsomaggal, vagy más milyen módon az embernek a testi létét, a fizikai létét segíteni, fenntartani, hanem a legnagyobb égség, meg szomjúság, ezt nagyon sokszor látok, az igazából a lélekben van. És ezt az űrt, ami bennünk van, ezt senki más nem tudja betölteni, egyedül az Úristen. Nagyon sokaknak van a kapcsolati problémái, vagy ugye saját magunkkal is látjuk a saját hiányosságainkat, el nem fogadásokat, azokat a dolgokat, amikkel szemben tehetetlenek vagyunk, és mindannyian vágyunk arra, hogy találkozzunk azzal az Úristennel, aki ezen tényleg tud segíteni, aki tényleg be tudja tölteni ezeket a hiányokat. És ezek a lelki napok igazából erre vannak, vagy bármilyen lelki gyakorlat is erre való. Ugye belegondolunk, hogy mennyi időt töltünk azzal, hogy a testünkkel foglalkozunk, akár a frizuránkkal, akár a sminkünkkel, az arcbőrünkkel, és hogy ez a testünk, ez néhány évtized, és nem marad belőle semmi. És ott van a lelkünk, ami az egész örök életre ott van, és mennyit foglalkozunk a saját lelkünkkel. Még ha csak a földi létünket nézzük, akkor is ugye azt látjuk, hogy igazából nem attól érzi jól magát valaki többnyire, hogy éppen milyen ételei vannak, vagy milyen lakásban lakik, hanem ami a meghatározó, azok a kapcsolataink, az önmagunkkal való kapcsolatunk, illetve az Istennel való kapcsolatunk. Tehát a lelki állapotunk, meg a társas kapcsolataink azok, amiktől jól vagyunk, vagy nem vagyunk jól. És ugyanarra a dologra egészen máshogy reagál az az ember, aki belül jól van, mint az, aki belül nincs jól. Aki nincs jól, azt a legkisebb külső dolog is kibillenti, könnyen kiborul, könnyen szomorú lesz. És az, aki belülről rendben van, van egy ilyen belső szilárd magja, azokat ezek a külső ingerek nem borítják már úgy ki. Tehát történhetnek, és történnek is folyamatosan nehéz dolgok, rossz dolgok, csalódások, kellemetlenségek, de hogy én meg tudom-e tartani a békémet, vagy tudok-e örülni az életnek, az azon múlik, hogy mi van belül a szívemben. És ez nagyon fontos, hogy dolgozzunk a saját szívünkön, dolgozzunk a saját lelkünkön, ugyanúgy, hogy dolgozunk a saját fizikai jóllétünkön is, főzünk magunknak, meg a családnak, vagy eljárunk az orvoshoz. Ugyanúgy a lelkünket is karban kell tartani. Ugye nálunk nagy probléma az, hogy elég sok fiatal, meg középkorú kimegy külföldre dolgozni, és ugye az idősebbek itt maradnak. Látom azt, hogy elég sok idős ember van itt. Ez mennyire fontos nekik? Mennyire tudnak így lelkileg feltöltődni, és úgy mennek majd haza? Kimondottan időseknek lett meghirdetve ez a lelki nap most, hogy ezért is vannak belőlük szép számmal. Gondolom, hogy időskorban már még konkrétabban előjönnek azok a kérdések, hogy mire volt való az életem, vagy mi a perspektíva, mi a célja. Azt gondolom, hogy az, akinek még van reménye, az nem öregszik meg belülről lelkileg. És ezek a lelki napok arra is jók, hogy ezt tisztázzuk magunkban, hogy hol van az én reményem, mire vagyok én a világon. És lehet, hogy ha már felnőttek a gyerekeim, már az unokáim is kirepültek, akkor is van értelme az életemnek, nem ezen múlik. És nem belőlük kell kifacsarnom azt a szeretet adagot, hogy én jól érezzem magamat, hogyha egyébként nekem van egy belső tartásom, van egy olyan Isten kapcsolatom, ami engem megtart. És ez így egészségesebb is, tehát a családok is egészségesebben működnek, hogyha normálisan működik a felnőtt gyerekekkel való viszony, az unokákkal való kapcsolat.